A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, kedves nézőink! Itt van az ideje, hogy a futballról beszéljünk egy kicsit bővebben. Ennek pedig az egyik felkent, azt hiszem, nem csak Magyarországon, de Európában is ismert alakja, nem más, mint Külajos. Szervusz, Lajoskám! Szép jó estét kívánok! Annál is inkább, hiszen EB lesz, és egy kicsit, ha az életutadat nézzük, nagyon-nagyon fontos időpontok, gólok kerülnek majd szóba, és természetesen az Aranycsapat alapítvány elnökeként az Aranycsapat. Először egy kicsit menjünk el Münchenbe, hiszen itt látunk egy táskát, ezt majd később megmutatom, sőt most. Igen. Ez az, hát az olimpián ez volt, az olimpia... Egyenruha mellett az egyentáska. Táska, és itt van az ezüstérem is. Úgy van, sajnos az ezüstérem. Sajnos az ezüstérem. Erről is fogunk beszélni, de amivel most kezdenénk, az mindenképpen azt hiszem, hogy egy Európa-bajnokság. Igen. Tehát az EB-vel kezdjük, hiszen 1972-ben volt az Európa-bajnokság, és Belgium adott otthont, és mint tudjuk, a negyedikek lettetek, és az egyetlen gólt te szerezted, mármint azt a fontos negyedik helyért történt mérkőzést. Egy kicsit beszéljünk erről először, hiszen megnéztem azt az összeállítást, egy fantasztikusan csodálatos csapatunk volt. A nemzetközi közvélemény, sportújságírók egyértelműen azt mondták, hogy itt ebből a Final Four-ból, tehát a végső négy csapatból, tehát ugye a helyi csapat, Belgium, akkor Nyugat-Németország, Szovjetunió és Magyarország. Mi voltunk, a négy csapat. És akkor úgy tippeltek, hogy egyértelmű, kérlek szépen, hogy Nyugat-Németország, mivel hogy Belgiummal játszott, nyerni fog, Magyarország Szovjetunióval fog küzdeni a döntőbe jutásért, szintén nyerni fog Magyarország. És akkor Magyarország Nyugat-Németország. És nem így történt. És sajnos nem így történt. És az, hogy nem így történt, hát hihetetlen, hogy mondjam, bal szerencsét kell, hogy mondjak, mert kérlek szépen, egy kihagyott 11-essel, és egy öngóllal maradtunk le a döntőről. Így van, de ha... Labdabirtoklás körülbelül 65-70%. De ha megnézzük a bronzmeccset, azért hozzá kell tennünk, hogy akkor már Lambert és Fahim szerezte a két belga gólt, tehát világklasszisok játszottak az a belga csapatban. A játékos társam volt, Raúl Lambert volt mind a kettőben. Igen, tehát érdekel. Az Anderlechtben, a Brügge-ben fantasztikus játékosok. Szuper focisták jelezik. Ez nagy csalódás volt akkor neked? Óriási, persze. Hát meg hogy mondjam, az ország közvélemény egyértelműen várta azt, hogy kérem, bejussunk a döntőbe, mert hát nem akármilyen csapatunk volt, tehát Albert, Bene, Kocsis, hát fantasztikus, Páncsis, tehát szuper csapatunk volt. Ugye 68 óta te ott voltál már a Fradiban, tehát ott voltál. Igen. Pesten a tűz kellős közepén, igen. Hiszen az Újpest fantasztikus sorozatát, hét bajnoki cím, ugye aztnak az idejét éltük akkor. Tehát azt éltük, de Újpesten mindig győztünk. Akármikor játszottunk, Újpesten mindig győztünk. És ez azt is jelenti, hogy ott voltál, amikor ez a két együttes messze kiemelkedett a mezőnyből. Egyik oldalról, másik oldalról azért volt ott Vasas, remek játékos. Nagyon jó csapatok, a Honvéd is. Kocsis Lajos, Kozma. Hát hogy ne, ott az is nagy kitűnő csapatok. És ők valamennyien tagja voltak ennek a válogatottnak, a Zömme. Így igaz. És viszont azt hiszem, hogy akkor a pályafutásodnak ez volt a bizonyos értelemben az magyar csúcspontja. Hát az év volt óriási. Tehát Ferencvárosa az akkor, hogy mondjam, kitalált UEFA bajnokságba indultunk el. Az első minden mérkőzésen, rövid lefogom a történetet, minden mérkőzésen sikerült idegenbe első gólokat ugrom. Az első ellenfelünk a Fenerbahce volt, Fenerbahce. Hát életemben nem játszottam ilyen hangzavarba. Kimentünk belegíteni, hát egyszerűen már olyan hangulat volt ott a pályán, a stadionban, hogy nem értettük egymást. A Maracanában nem volt ilyen értet. Eszméletlen volt ott a Fenerbahce stadionban. És akkor ugye megszerezték a vezetést, és a második fél időben Szőke Pista belőtt a labdát, és csuka fejessel egyenlítette. Másnap a Grand Bazaarban simogattak, ezek őrültek, ezek a törökök, érted? Óriási, hogy ilyen cirkusz csináltak. Na, tehát idegenben egy-egy, itt a 3-ra győztünk. Utána a következő ellenfél Panionios. Ott is rúgtam gólt ki szépen a görögök ellen. Görögök ellen, igen. Utána a harmadik mérkőzés,
Eintracht Braunschweig, kint kérlek szépen, 15 centi sóba. Ott is rúgtam már 8. percben. Második percben rúgtam egy kapufát, 8. percben 1-0 vezettük a gólommal, érted? És akkor utána a téli szünet, akkor utána jött egy valami érdekes meccs, kérlek szépen, a Zrenjanicára. Jugoszláv bajnok volt. Tehát ott volt jugoszláv bajnok, akkor létezett, kérlek szépen, akkor is létezett a Csörvene Zvezda, a Partizán, a Zágráb Dinamo, a Hajduk Split, és nem a Hajduk Split, meg nem a Csörvene Zvezda, kérlek hanem szépen, a Szarajevó, hanem a Zseljenzica Szarajevó lett a bajnok. És akkor idehaza kikaptunk zuhogó esőbe 2-1-re, és akkor ott kint hosszabbításba együtt, kérlek, 2-1 volt, kérlek, javunkra, ott is rúgtam az első fél időben, megszerezték a vezetést, már 3-1-re vezettek, összesített gólarányban. És akkor sikerült egy csukafejese szintén egyenlítenem, második fél időben közepén a Brandikovics rúgott egy gólt, 2-1, kiegyenlítettük. Utána hosszabbítás következett, nem volt döntés, kérlek szépen, és akkor következtek a 11-esek. Hát nem voltak, nem akarták, nem merték vállalni a 11-est. Mondta, én az életemben nem rúgtam, én rúgtam az utolsót, kérlek szépen. Igen. Azt vettem észre, kérlek szépen. Jó, eldöntöttem azt, hogy csak lepasszolom az egyik sarokra. Ha elmozdul, még egyszer oda rúgom, érted? Még egyszer rúgatja, nyilvánvaló. Neki futottam, bepasszoltam a jobb sarokba, nem volt ideje se lemozdulni, érted? No, én azt és hiszem, a óriási ünneplés ez után. Egy, nem csak az ünneplése fontos, hanem az a 4 év, amíg a Fradiban játszottál, ugye bajnoki címet nem nyertetek 4 ezüstérem, de nyertetek 2 kupát. Igen. Meg hát és a kupában ott voltunk a 4 között. A 4 között az UEFA kupában. Ott is Wolverhamptonban idegenbe rúgtam. No, viszont hát ez egyenes út volt az és a válogatottban. Először olimpia válogatott, utána kérdezik nagy válogatott. Olimpia válogatottal, képzel el, hogy Gyulán játszottunk kérlek szépen a román olimpiai válogatottal. 1-0 győztünk, Lakat Karcsi bácsi volt az edző. De képzel, milyen belső hármasunk volt. Akkor még ilyen VM rendszer volt. Kérlek, Kocsis Albert Kü, ez volt a belső hármas. És akkor a mérkőzés után 1-0 győztünk, kérlek szépen az én gólommal. Várjál, következő történt. Lakat Karcsi bácsi volt az edzőnk. Lakat Karcsi volt a mi olimpiai edzőnk, kérlek szépen, olimpiai válogatott edzője, és a szövetségi kapitány, meg Esztergomból, mert ott volt már a válogatott, a románok ellen készültek az első mérkőzésre, kérlek szépen, ami a Népstadionban volt. És akkor Rudi bácsi, Ilovszki leszólt kérlek szépen Gyulára, a Lakat Karcsi bácsinak, hogy kérem, Karcsikám, mondd meg, hogy meséld el, hogy a válogatott keret tagok, Albert, Kocsis Kül, hogy játszottak. Hát azt mondja, Flóri így, a Kocsis Lajos úgy, és a Kül Lajos, azt mondja, Rudika, a góljáig káprázatos volt, utána sétált a pályán. Megkérdezte, hogy várjál, mikor rúgta a gólt? Azt mondja, a 45. másodpercben. Jó, na tehát ez egy játékos történet. Na akkor nem. Menjünk el Münchenbe. Münich kérlek. München nagyon fontos, hiszen... Védők voltunk. Nagyon-nagyon fontos, hiszen 68-ban Mexikóban nyert. 64-ben is. 64-ben is. Tokióban, és igen. Ennyi a történet. Felkelő nap hazája, kérlek szépen ország. Utána melyik és hát, 68-ban szintén győzelem. Az ezüstérem azért bizonyos értelemben szépen csillog, de... Megszépült, kérlek szépen. Na most, hagyd mondjam azt, hogy kérlek szépen... Mi azt szoktam mondani, Rajki Béla bácsit kérlek szépen, úgy néztünk ki, hogy a harmadik aranyérem, tehát még egyszer, Tokió aranyérem, Mexikó aranyérem, és akkor az újkori olimpiák történetében páratlan sikersorozat végére tehetjük volna, írja fel a pontot, kérlek szépen. És akkor ugye az történt, hogy körülbelül, tehát mi voltunk az esélyesek egyértelműen, mi voltunk a legnagyobb esélyesek, és vízipolósok szintén ugyanebben a cipővel jártak. A Rajki Béla bácsi szövetségi kapitány megkérdezte, Béla bácsi, mi a véleménye a vízipolósokról, hogy mit vár, milyen eredmény? Azt mondja a kisöreg, nem kertelt, azt mondja, hogy a második hely is kudarc lenne. Ugyanezt éreztük mi kell szépen. Hát ugye azt azért zárójában meg kell jegyezni, hogy a fekete szeptember mozgalom egy kicsit odarondított kérem az eseményre, mivel hogy ezt a fantasztikus világeseményt használták fel arra, hogy ezt a 150 foglyukat kérlek szépen, mit tudom, Tel Aviv mellő, kérlek szépen. Igen, kérlek szépen, hogy engedjék ki, és ezért kérlek szépen pontosan a mi utcánkban, a Connolly Strasszén, a magyar pavilonnal szemben, a magyar szállással szemben volt az izraeli szállás, kérlek szépen, és megszállták, és a következő szöveget küldték, kérlek szépen, hogy várják a tárgyaló felett, kérlek szépen a következő témába.
Hát ugye szeretnék pénzt kapni, szeretnék repülőgépet, szabad eltávozást, és kérlek szépen azokat azt a 150 embert azon nyomba kérlek szépen engedjék szabadon. Ha nem, akkor egy óránként egy fejet kidobnak. A második fej után kidobták, érte a fejét az embernek. Második fej után Willy Brandt volt, Nyugat-Berlin volt főpolgármestere, volt akkor a kancellár, kérlek szépen, pár órán belül ott volt személyesen. És akkor krízis szicunk. Mi pontosan akkor készültünk kérlek szépen Nyugat-Németország ellen az elődöntőt játszani. Kérlek szépen. És akkor hát, már melegítünk majdnem egy óra. Hát mi lesz itt? Hát itt ezek ilyen alaposan melegítenek, hát németek, hogy jó Isten tudja. Nem tudtuk, hogy mire vérni, érted? Hogy miért ilyen lassan, nehézkesen megyünk ki, vonulunk ki a pályára. És akkor jön egy úriember, kérlek szépen egy rendező szerelésbe, kérlek szépen, azt mondja, hogy elmarad a mérkőzés. Micsoda? Azt elmarad a mérkőzés, mert szélsőséges, nem is akkor mondta a Fekete Szeptember alapszervezet, megtámadta kérlek szépen a zsidó pavilont, és akkor már vannak áldozatok. És akkor elnapoljuk a meccset, és akkor visszavetkőztünk, kérlek szépen, és akkor úgy döntött a Willy Brandt, kérlek szépen, meg az Olimpiai Bizottság, nemzetközi Every Brandage-nek a vezetésével volt ott az Olimpiai Bizottság, Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Úgy döntöttek kérlek szépen, hogy gyászünnepség, és akkor mellette még párhuzamosan megbeszélték a tennivalókat. Mi hamarabb kérlek szépen ki, ahogy hívják, kivinni őket a repülőtér fele, repülőtérre, és akkor ott folytatódjon a tárgyalás. Megcsinálták ezt kérlek szépen, és akkor ugye, közben eldöntötték azt, hogy tehát megígértek mindent. Megígértek pénzt, palipát fel. Amit kértek mindent. Jó, ez a történet, de mi történt veletek? Na, a meccsen kérlek szépen, utána gyászünnepség, ott voltunk a gyászünnepségen, és akkor ott hangzott ez a híres mondat, the game must go on. Tehát a game-nek, játékoknak folytatódni kell. És akkor folytatódtak, mert ügyesen kérlek szépen elintézték ezek a német vezetők, kérlek szépen azt, hogy ugye a problémát kivitték a repülőtérre, és akkor egy dolgot mesélek még, utána mindenkit szitává lőtek ott. Minden, hogy hívják? Ott a mesterlövészek várták őket, ezt a fekete társaságot, vagy ezt a alaptársaságot kérlek szépen. Szitává lőtek mindenkit, két ember maradt meg. Azt a két embert meg egy hónap múlva láttuk, viszont ilyen nincsen. Sportkorházban ott volt az a két ember. Én rendszeresen ott voltam a sportkorházban, ott a sportkorház rakója voltam, mert a Juhász Józsi bágya, dr. Juhász József a Ferencváros orvosa volt a főorvosot, és berendelt mindig, hogy hívják, hogy kicsit tornászni, meg ilyen kondijavítása kajálni, jobbra-balra, érte. Tehát egy kicsit felhizlalni, úgymond, meg felerősíteni. És akkor hát furcsa embereket láttam, hogy Józsi bácsi, kik ezek? Azt mondja, hát ezek voltak ott, ezek csinálták a cirkusz. Ez a Fekete Szeptember két ember, aki meg tudott menekülni a repülőtérdől. Ott a vér, hogy hajákban, a vérontásban. Kérlek szépen, vérfürdőben, mert szitává lejöttek ott mindenkit, ezek a mesterlőészek. Na, és akkor játszottunk Németország ellen a döntőbe jutásig. Sikerült két gólt nyugom, és kérlek szépen 4-1 győztünk, benn voltunk a döntőben. És a döntőben meg, már a döntő előtt kérlek szépen, könyörögtek, ahogy hívják, kérlek szépen, a lengyelek nekünk, mert az volt a versenykírás, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás. Mindkét csapat megkapja. Mint ahogy a harmadik, negyedik helyért a dicső Szovjetunió játszott Kelet-Németországa, ezek mélységesen gyűlölik ezt, a német nép meg az orosz nép, ugye az adott szituáció miatt háborúban. Igen, de tudjuk, hogy megegyeztek. Megegyeztek, persze. És azt csinál, csak a probléma az volt, hogy 80 ezer néző kim volt a stadion, Olimpiai Stadionban, ugye előre megvásároltak jegyeket, és kérlek szépen, ezek riegtek, rögtek. Megegyeztek, de bután csinálták, mert ugye először a Szovjetunió vezetett 1-0, 5 perc múlva kérlek szépen egyből egyenlített a kelet-német. Utána a kelet-németek vezettek második félidővel, 2-1-re, villámgyorsan kérlek, és akkor riegtek, rögtek. Micsoda skandalum írta ott a, hogy hívják, melyik újság kérlek szépen, hogy micsoda két kommunista ország, a keleti blokkból, oszblokkból kérem, hát hogy lóvá tett bennünket, kifizettük ezt a sok pénzt, kérlek szépen, és akkor itt becsaptak bennünket. Skandál, minden a világon. Na mindegy, ez volt kérlek szépen, de ők mind a két csapat megkaptak kérlek szépen a olimpiai bronzérmet. Na most akkor jöttünk mi, na mondták, hogy ezek mélységesen gyűlölték egymást, jött a magyarok, két jó barátok, történelmi jó barátok, az lehet, hogy kérlek szépen 9-9 lesz, vagy 0-0, de az biztos, hogy ezek megegyeznek.
Jöttek is, könyörögtek, mindenre, itt bemapolt, mindent betobnak, kérlek szépen, hogy lengyel-magyar jó barát, Brabatánki tőlön, Brabatánki. És akkor kérlek szépen, ha egyezünk meg, mindkét csapat olimpiai bajnok. Már a mérkőzés előtt, érted? Tehát úgy futottunk volna ki, összedültünk ott a fejünket, szóval mondja Pázs, hogy leverjük ezeket úgyis, érted? És akkor legyünk sportszerűek. És nem így történt. Na, a fél időben kérlek szépen vezettünk 1-0. Vezetünk 1-0. Na most a fél időt, hát komolyan megyünk be az öltözőbe, én az ajtó mellett ültem. Jövök be, kérlek szépen, ilyen magasan állt a 3-4 láda, kérlek szépen. A legfelső láda, a legtetején lévő legfelső, hogy hívják ott, ládát láttam, kérlek szépen, tele volt tokaival. Az, tele volt tokaival. Gondolom alatta is. Érted? És akkor óriási szózat. Tehát először is óriási nagy épület, óriási nagy öltöző, a Bayern Müncheni öltözőjét kaptuk mi, mivel mi voltunk az esélyesek. A lengyelek a tartalék csapatnak a öltözőjét kaptuk, mi indultak még csapat. Mi kétszer olimpiai bajnokok voltunk, és kérlek szépen, jött a szöveg, kérlek szépen, hogy még 45 perc, és olyan mulatozás veszi kezdetét, amilyet a világ nem látott. És akkor elvtársak, mondja dr. Beckley, kérlek szépen, dr. Beckley Sándor, kérlek szépen, hogy az nem érdekes, különböző sportág béliek csalódást szereztek a magyar közben, önök maguk a legnépszerűbb sportág képviselői megszerzik hőn várt, remélt aranyérmet, akkor az mindent ápol és eltakar. És nem leszünk hálátlanok, elvtársak. Megkapják maguk a munkaérdemrend aranyfokozatot. Mit jelent ez? Maguknak meg kell tanulni úszni. Sanyi, mit jelent ez? Az annyi pénzt kapnak. De nem csak az. 5 éve korábban mehetnek nyugdíjba. Azt mondja, még a dédunokáik is besétáltak akármilyen főiskolába, egyetem. Na, meg a glória. És akkor megyünk ki, kérlek szépen, 1-0 vezettünk. Hát még döntetlen esetén is. Döntetlen eset is olimpiai. Megyünk ki, kérlek szépen, óriási, még egy földobott egy dolog bennünket. A folyosó végén, ahogy megyünk ki a olimpiai stadionba, kérlek szépen, egy tévé volt felállítva, a Paplaci meg a Gedő Gyuri tőlen, föltett kerekkel, televízió közben, olimpiai bajnok volt a Gedő Gyuri kérlek. Megyünk ki, szakadó esőbe, tovább kérlek. Második fél idő közepén, kérlek szépen, Dejna nevű úriember, kérlek szépen, lövése szárnyán magát olyan 30 méterről. Simán megfogta volna a Géci Pista. Csak a labda az ötösön föl, felgyorsult. Egy-egy. Hát mondtuk, semmi gond. Tehát még mindig elférünk szépen egymás mellett ott a legfelső polcon, kérlek szépen. És kérlek szépen, egy a 15 perccel a befejezéssel, 13, kérlek szépen, Gadohab, az is egy kitűnő focista. Gadohab elmegy a Lubanszki látó, stb. Sár, elek volt. És kérlek szépen, elmegy a Gadohab, azt Kozma Miska visszajött, leszerelte, bravo Misikén, leszerelte, ezt elkezdett még cselezni a Kozma is. Visszaszerezte a Gadohab. Belőtte középre, és egy alacsony szólt is, ez is jó kis, mind jó focista volt. Kapásból rárúgta, 5 méterre mellé ment volna. Csak az volt a helyzet, hogy tócsák voltak, tudod? Megállt egy tócsába az ötös sar, kb. 5 méterre mellé is ment volna. Megállt egy tócsába a labda, és arra, hogy ez fog történni, arra csak egyetlen egy ember gondolt és számított. A probléma az volt, a pehünk az volt, hogy nem a mi dresszünkben volt, Lajoskám. Igen. Nem a mi dresszünkben. De először rálépett, kérlek szépen, a labdára, nézett vissza. Tehát olyan egyedül volt, érted? Nem is volt a kapuba senki, mert a Géci meg már reklamáltotta, ahogy hívnak, a partjázőfele fele futott ki, hogy hát óriási lesz. És nézett vissza ez a srác, kérlek szépen, ez a Dejna, hát hogy most akkor mit csinálj? Aztán mondták, hogy te ökör, hát te van, hát a rúg be, nem fújt a bíró. Na, akkor Méla undorra belerugott a labdába, és gól, kérlek szépen. És azt vette észre, hogy mit tudom, mind a 11 játékos rajta volt, érte, és 2-1-re vezettek. Na most utána, aztán mi is mutogattunk, hogy akkor, hát akkor tényleg, játszunk, akkor döntetlen. Ők mást mutattak. No. Csak, hogy még tehát valamit. Egy ember nem volt utána az öltözőbe. Senki nem volt. Hát az nyilvánvaló. No, tehát ez egy szomorú. Most térjünk vissza azért az EB-re, hiszen az tulajdonképpen ez a fontos, az idén Németország, Skócia, Svájc. Na, mit gondolsz csak erről? Még egy dolgot hagyd mondjam. Igen? Azért humor is beköltem, hogy mondjam, lopakodjom a történet. Képzeld el, hogy akkor engedték meg először, mert ugye köztudott, kérlek szépen, 1954-ben a világbajnokságra csak 3-4 ábos mehetett ki.
első meccsünk nyugat, vagy második meccsünk Nyugat-Németország volt, és győztünk ott 8-3-ra, Puskás lerúgta rá. Ott négy ávós lehetett, csak nagyon megbízható emberek lehettek ott. Míg nálunk 1962 megengedtek 45 embert, kérlek szépen, egy telebusszal, a legjobb pártembereket, a legmegbízhatóbb pártembereket engedték ki. Tudod, mi történt? Mindenki diszidált, még a sofőr is öregen. Sofőr is diszidált, úgy kellett, kérlek szépen, tényleg egy igaz megbírható pártembert küldeni, kérlek szépen, legalább onnan az Anderlecht pálya parkolójából legalább az autóbusz mentség megérte. És akkor visszavitt, valaki kiküldtek az üres autóbuszét, és visszavitték Budapestre. Mindenki diszidált. Hát no. Azért kacagtató, nem? Tehát ez 52 éve volt. Hát igen, 1972-ben. Így van. De még egy, ha belefér, ja, még egy történet. Most beszéljünk, tudom, hogy kismillió történetek van. De még az oroszok döntölő. Nem, hagyjuk jó. Majd egyszer. Jó. No, most beszéljünk erről a csoportról, mert hogy ugye remekül szerepeltek mindez idáig a mi fiaink. Ugyanakkor egy olyan, olyan csoportba kerültek, ami lehet így is, lehet úgy is. Ugye Németország, Svájc, Skócia. Én azt mondom, hogy a legfontosabb mérkőzés az első. Nyilvánvaló, egyértelmű, kérlek szépen, egy jó kezdés, kérlek szeretettel, 3 pontra már félig meddig benne érezhetjük magunkat a következő fordulóba. De azért nyilván, én azt mondom, hogy a németekkel is egy döntetlen jók lehetünk. Tehát semmiféle fajta, hogy hívják, nem szabad, hogy legyen, kérlek szépen, kisebbségi érzést. Egyébként is ragyogó, hogy mondjam, eredményeket értünk el az utóbbi időben, ilyen nagy csapatok ellen is. Ugye Angliában győztünk 4-0-ra, azért nem volt akármit. Németország ellen is azért derékasra hájtáltunk, úgyhogy minden okunk megvan arra, hogy tele önbizalom álljunk fel, és hogyha ez így lesz, rengeteg magyar szurkoló is lesz, komoly támogatás lesz, kérlek szépen, és akkor hát bízunk abban, hogy még ott is egy pontot. És a skótokat, minden valószínűség szerint, kérlek szépen, azért két várat tudjuk fektetni. Valakit le kell győzni. Hát minden, az első lenne a legfontosabb. Az ellen a legfontosabb, a Svájc. Viszont egy dologról még kell beszéljük. Ez nyilvánvaló, hogy még lesz ilyen beszélgetésünk, hiszen a történetek tárháza hegyekben van nálad, mint tudjuk. No de, Aranycsapat Alapítvány, Magyar Örökségdíj, erről kell, hogy szó essék, mert azt hát hiszem, hogy ez óriási dolog, ezt kérem, hogy elhatároztuk, azt kérem szépen, hogy ugye 70 éves történet volt az 1952-es olimpia világhírű magyar, hogy mondjam, hát sportolóinak, kérlek szépen. Hát 1952-ben harmadikok lettünk az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió után, egy ilyen soha nem volt. 16 aranyéremmel, 10 ezüsttel és 16 bronz. Ilyet a világ nem látott. Ennek utána fölkapta az egész világ a fejét, hát kik ezek a hangerik? Ki? Attila vagy? Attila, ki? Hova lehet őket, vagy hova lehet sorolni? Miféle gyülekezet ez? Hogy elkápláztatták az egész világot, érted? Tehát és hemzsegtek a világsztárok. A Paplacit egy világ ismerte, érted? És tisztelte, és becsülte. A Puskás-féle aranycsapat, kérlek szépen, Puskás-Kocsis-Grosics-féle aranycsapat, ott lett igazából aranycsapat. Így van. Na most ott van Csermák Jóska, a csórós rác, kérlek szépen, Tapolcán, a csilletologató. 60 méter 83 a világrekordod. Arra szoktam mondani, hogy még most is keresik ilyen fémkeresővel basszus, hogy hova dob, kidobta a stadionban azért, kérlek szépen, a kalapácsot. Ott volt a Takács Károly. Takács Károly. Azt se tudják kicsoda. Takács Károly, kérlek szépen, 48-ban Londonban, Ködös Albionban már olimpiai bajnok volt. Lajos Kár, olimpiai bajnok volt. És 2 év múlva, kérlek szépen, fölrobbant a keze. És bal kézzel is megnyertek. És nem az, hogy megnyerte, hanem a döntő előtt kért egy darab papírt. 3 dolgot írta. 1. Ki lesz az olimpia bajnok? Takács Károly. 2. Kérlek szépen. Ki lesz a második? Kun Szilárd a tanítvány. A 3. pontban még azt írta, megírta azt a szöveget előre, amit akkor kell mondani, amikor már nyakadba akasztották, kérlek szépen, az olimpia aranyérmet. Tehát az olimpiai aranyérem után dukáló szöveget már megírta. Tehát milyen önbizalom kellett ehhez, és milyen munka kellett ehhez, hogy ezt az önbizalmat magadra ölt. Tehát ez egy csoda volt. Gerevics csaladán. Pillanat, nem ismeri senki. 7 egymást követő olimpián. Kérlek szépen, Los Angelesben olimpiai bajnok, 1932-t írjuk. 1936-ban a festőné, Hitlerné, kérlek szépen, olimpiai bajnok. Utána a festő miatt 2, hogyha olimpia kimaradt, 40-44. 48-ban olimpiai bajnok, kérlek szépen, Londonban. 52 olimpiai bajnok Helsinki-ben, amiről szó van.
56-ban Melbourne-ben olimpia bajnok. 1960-ban a változatosság kedvé, még mindig olimpia bajnok. És ezek az emberek soha nem kaptak semmiféle fajta, hogy hívják ott, hát, dicséretet. Tehát ehhez kellett mindenképpen az aranycsapat alapítani. Világ, kitaláltam, viszont... azt, hogy kérem, igenis kérem, felkértem, hogy hívják ott, kérem szépen Melóko Miklóst, 5 perc alatt kitalálta, hogy milyen emlékmű lesz itt, és ehhez, hogyha van egy ötleted, akkor ehhez kell erőforrás. Erőforrás a mindenható Isten Kásler professzorhoz küldött. Mesélem neki a történetet, milyen elképzelés. Lajoskám, a kockájában megcsináljuk, csodálatos. Hát ez van, és akkor egy fél órán keresztül mesélt a történeteket, hogy az aranycsapat, igazából ott lett aranycsapat, és akkor hát ő látta azt, és még a világ el nem felejti azt, és még akkor később Uruguayjal is kérem, ugye Uruguayt is megleckéztetük, és tényleg a világ minden idők legszimbolosabb meccsén legyőztük a volt világbajnokot 1954-ben, kérlek szépen, Lausanne-ba. Hát mesélt ott egy fél órát kereszében. És akkor ő támogatott, és akkor így szárba szökkehetett az elképzelés, és áll ez a csodálatos emlék. Most meg, és azóta már, azóta azon nyomba azt mondtuk, hogy valamiféle fajt, akár hungarikum legyen azonnal, vagy magyar örökségdíj. És akkor tényleg idők végzetéig kérem, egy gyönyörű szép aranykönyvbe a Nemzeti Múzeumba kérem, helyeztessék el, és akkor a dicsőség meg a glória kísérje őket. Jó. Egyáltalán a világ végén. Így van. Hát és ezt megkaptuk. Most kaptuk meg május 10-én. Pontosan akkor, amit mutattam neked, egészen véletlenül pontosan akkor léptem a Wembley gyepszőnyegére, kérlek szépen, a Bruges csapatával, megdöntőt játszva, kérlek szépen, a Liverpool ellen, 100 000 néző előtt, köztük 25 000 flamand szurkolóval, kérlek szépen, Bruges-ből. Óriási dolog volt. Ott volt az az eset, hogy Vitrai nem is merte bemondani a nevemet, mert félt, hogy disszidens vagyok, és bemondja, és akkor örök életre kikültek a televízió környékéről. 1978-ban történt. Igen, 78. Nagyon sok minden történt. Lajoskám, természetesen ezt a beszélgetést... Hogy megvan a magyar örökségi ilyen. Ehhez gratulálok nekik. Valamennyit őtöknek, hiszen ez nagyon fontos Székesfehérvár és az Aranycsapat Alapítvány számára is. És én köszönöm szépen, és természetesen folytatjuk, hiszen az EB után, vagy az EB előtt még azért néhányszor beszélgetünk a lehetőségekről. Csak egy mondatot kérek. Még. Igen. Tehát ez ugye, hogy mondjam, hát fantasztikus hát multidézés, és tényleg hát egy kihagyhatatlan történet volt. Ezt meg kellett csinálni. De mellette ugyan ezzel párhuzamosan építjük a növőt, építjük a jövőt. Most konkrétan például, kérek szépen, most a következő hét végén, kérek szépen, nemzeti összefogás kupát találtam ki, amit szintén úgy szeretném csinálni mindaltó Isten segítségével, kérek szépen, hogy Never Ending Story. Minden évben megrendezni, Veszent Trianon történettel, érted? Nyilvánvalóan. Ugye az rendben van, emlékezni fogunk mindig, és emlékeztetni fogunk arra, hogy mi történt itt, hogy a kétharmadát a területünknek kérlek szépen ugye lenyúlták, és aljas módon elvették tőlünk. A másik, hát ugye akárhogy nézzük, kérlek szépen, 325 000 négyzetkilométer volt a történet Magyarország. De a Horvátországot leszámítva is 282 000, érted? És akkor csak Erdély, csak a románok, amit lenyúltak, 103 000 négyzetkilométer. Úgyhogy adott az, kérlek szépen, hogy erre emlékezzünk és emlékeztessünk, és fogjunk össze, és nemzeti összefogás kupát sikerült a mindenható Isten sugott, kérlek szépen, hogy indítsuk el, és akkor a világ végig legyen ez, és akkor fogjunk össze, mutassuk meg a többi nációnak, hogy nem csak az izraeliek, ha mi is kérlek össze tudunk fogni. No. Erről még beszélni fogunk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Ég álljon benneteket. Köszönöm. Kedves nézőink, Külajos volt a vendégem, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, mégpedig azért, hiszen rövidesen kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. Szó esett arról is, hogy ugye 1972-ben ezüstérmes csapat egyik fantasztikus tagja volt, plusz az olimpia szintén egy nagyon-nagyon fontos ezüstérem a miénk. Ha úgy tetszik, abban az esztendőben szó esett mindarról, ami nagyon fontos számunkra, hiszen az Aranycsapat Alapítvány Magyar Örökségdíjat nyert, és azért, ha Melokko Miklós szobrát nézzük, hogy ki mindenki járt itt, az szintén és ez már másodszor volt a Magyar Örökségdíj. Megerősítést jelent mindannyiunk számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra. Köszi szépen lehetőséget.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.